ilyen fantasztikus laptop tartó nekem is van. Hangosan kell beszélni, tudod? Jó. Nincsen mikroportod, nem lehet csuttogni. Majd ha hangosan fog ott beszélni. Az veszi, ott az. Jó. Hello, sziasztok! Ez a videó a tavalyi év Eurovíziós botránykavaró 2 véleményezős videónak a idei kiadása. Mellettem ül Viktor, a nagy Eurovízió tudor. Növesztett egy szakállt a fejére, nem tudom, hogy ezt minek van, de egyébként ezt ő így komolyan gondolja. Így van, sziasztok! Ennyi? Most a szakállamat kéne kopni. Valamit mondasz így a viszontlátás örömére. Hát örülök, hogy újra látom ezt a kamerát. Na a lényeg az, hogy most nem úgy csinálják, hogy itt a vaj, tehát nem kettő videó lesz, hanem összesen nem tudom mennyi, ugyanis a TV adás az igazodva fordulónként 10-10 darab mondjuk a véleményünket. Nem tudom, hogy lesz a középdöntő például, hogy ott hány kör lesz, kettő gondolom, nem? Hát abból... Hát megcserélték a középdöntőket és az elődöntőket, de az a lényeg, hogy ebből az első fordulóból 3 van, utána lesz még 2 forduló, amiben egyenként azt hiszem 9-9 versenyző lesz, és az utána lesz majd a döntő, azt hiszem 8 fős, hogyha úgy lesz, mint ahogy akkor volt, amikor... Szükség van ennyi adásra, mert annyi izgalmas jó dal, amit én nem lehet mondani, tehát én nem tudom, mit fogunk nézni a tévében, mert hogy egyik dal sem olyan kiemelkedő, én azt gondolom a dologból, hogy előjáróban, de mindegy. Na, reméljük, hogy nem leszem botrány, mint ahogy Tóth Kapjúval. Nem lesz. Vagy a Radis Gigiből. Na jó. Budapest girl. She's so pretty, I'm in love. I'm in love. I think about it all the time. Never had a chance. Kellemes. Kicsit egy Jason-ráz, nem? Hát meg egy kicsit, nem tudom. Az összes jelenleg futó. És egy kis biga. Egyébként igen, tényleg a bigának az első dalára hasonlít. Nem tudom, egyébként Király Viktortól egy picikét másabb dalra számítottam, egy kicsit olyanra, ami nagyobbat üt. Tudod, ez a Király Viktor dal, hogy első hallással nem tetszett, aztán amikor másodjára hallgattam, akkor viszont eléggé bejött. Tehát hogy ez ilyen második hallásos dal szerintem. Hát jóra lehet hallani. A refrénje az nagyon taparós. Mindjárt jutunk oda. Nem rossz, de nem hiszem, hogy győzni fog. Pedig egyébként Viktor nagyon régóta ki akar jutni az Eurovízióra, és egyébként meg is érdemelni. Csak szerintem nem feltétlenül ezzel a dallal. Nem tudom, hogy ki akart össze kiútni, tudod, hogy vagy a Király Viktor. Hát figyelj, mind a ketten megérdemelni. Nagy szemét látom, hogy persze. Csak szerkezzem, hogy ilyenek az aréna. Budapest. Én nem. Nem. Én ezt nem érzem. Ezt a dalt... Ezt nem érzed? Tehát ebből lehet egy tök jó rádiós láger. Meg egyébként örülök annak, hogy Budapestet akarja reklámozni egész Európában. De az előző dalai, amivel indult, azok azért idősebbek voltak szerintem. Ugye még változik a tavalyi évhez képest, hogy pontozni is fogjuk a dalokat. Mégpedig 1-től 30-ig pontoztam az összes dalt, hogyha azt a pontot fogjuk elmondani, amit erre a dalra adtunk. Tehát nagyon jól be lehet mellézni a többi az, hol áll. A te pontod mi is volt? Ja, hát én 21 pontot adtam. 21 pontot adtam, én 29 pontot adtam, mert szerintem az a refrén az eléggé ragadós. Leander Kills. Nekik nagyon nagy rajongótáboruk van, állandóan szét kommentelik a különböző social media felületeket a rajongó, hogy ilyen rosszat nem merek mond. Hát meg Leander... Egyébként igen, Leanderék valahogy úgy buzdították a rajongói táborukat, hogy van ilyen előszavazás a rajongói oldalon, az Eurovíziós magyar rajongói oldalon, és ott azt hiszem, hogy vezetnek. Ami nekem ebből arra tetszik egyébként, hogy egy Leander Kills-es rock metal, nem tudom ez pontosan mi, a műfaja viszont tök dallamos ehhez képest a dal, tehát nem egy ilyen dallamtalan ordibálás, vagy általában ez a műfaj szokott, vagy amit szokott produkálni, viszont ez tényleg egy ilyen dallamos. Szerintem ez az eddigi legjobb daluk. Tehát, hogy nekem... Mert dallamos, és egyébként nem tudod értékelni. Így magával ragad. Ez jó. De erre mondják olyan, hogy jelentem magukat a médiának, mert hogy ez dallamos dal. Pontoz. Leander Kills, 25 pont. Nálam 18 pont. Bocs. Fortissimo. Igen, Fortissimo. Kis nyuszi a kalapban. Vagy kalapból, kalapban. Kalapban. Én elfogadott vagyok, mert nekem ez a Electro Swing egy nagy kedvencem, de hogy a Palos Talánától például és hasonló szintektől
az a bajom az Earth Finger, hogy ugye a dallamvilágban túlságosan nagy újdonságot nem lehet mutatni, ezek általában ugyanolyan dallamudalak, és ugyanúgy is hangzanak. A szövegben lehet nagyot alkotni általában, és ez aztán nem jött össze. Szóval ez a szöveg, ez nekem egy kicsit gyenge. A szöveg az ennek a dalnak a legnagyobb gyengéje. Amúgy, tehát ez szerintem egy olyan dal, amit az ember vagy utál, vagy imád. Tehát, hogy ez ilyen végletes dal. És nekem ez egyébként nagyon bejön. Tehát, hogyha éppen nem énekel valaki, nem tudom, ki énekel benne? Egy lány. Szóval, hogyha... De nem a hangja miatt, meg nem tudom, a szövege miatt nekem olyan illúzió romboló az, amikor énekelnek benne. De amikor nem énekelnek ebben a dalban, akkor ilyen zúzós az egész, és... Igen, ez azt ne felejtsük, hogy a tavalyi évben volt ugye a három szaxofonos a Nemzetközi Eurovízión, és azt mondja, második helyen végeztek olyan, és szóval ez a swinges dolog, ez eléggé menő. Viszont mondom, nagyon újdonságot nem lehet benne alkotni. Tehát egy dal az nem lehet kiemelkedő, ez egy swinges dal a sok közül. Hát ez sem fog kiúzni az Eurovízióra. Oké, pontozzunk. Fortissimo, 22 pont. Nálam 17, tehát egyen rosszabb, mint a Leander Keys. Living Room és a Kirakat Élet című dal, ami nekem nagyon nagy meglepetés egyébként ebben a mezőnyben, mert hogy ahogy nézem a kis saját listámon, gyakorlatilag benne vannak szerintem a top 10-ben, de tűnység mondhat. Na igen, pont a 10. helyen végeztek, tehát belekedtek a top 10-be ezzel a dallal. Nekem ez a dal, ez tetszik, ez a helyzet. Kellemes. Azt sem tudom, hogy ki énekel most. Ez Benji? Benji, mert azt hiszem, hogy volt korábban is Eurovízión, és ugye a X-Factor volt kedves, mint mondjam, Eurovízió a dalban. A X-Factor ugye a kedves Tóth Gabi pöckölte ki azzal, hogy nevezte magának tököt. Szerintem mostanra találtam meg a tökét egyébként ez a fiú, szóval most ez a dal így hozzáillik. Tehát így nem érzem azt, hogy idegen lenne. Hát kíváncsi leszek élőben milyen lesz, hogy ott tényleg tökös lesz ez a produkció. Ezt nem mondom, hogy ez egy összes dal, viszont szerintem egy erős dal a mezőnyhöz képest. Amúgy igen. Nálad azért nem annyit tűnik erős lehet, hogy te pontod 16. Hát de 16? Ez hogy? 30 volt, hát közepes 16. lehet. Az pont a közepes. Nálam első 10 van benne. 21 pont. A kimondhatatlan nevű fiú abból a együttesből. Vavra Bence. Kimondhatom a Google. Ceasefire. Kimondhatom azon a Google-izért, Google Translator, ugye vagy. Bence, kibabráltál velünk, leges velem. Kibabráltál. Ceasefire. Ceasefire X. iPhone X. 10. Akkor Ceasefire 10. Oké. Érzem azt, hogy évről évre azért egyre feljebb megy annak a színvonala, hogy a középmezőny milyen. Ez nekem túl chill ahhoz, hogy üssön. Tehát, hogy chill. Én nem tudom kérdezni, hogy tényleg világít minden a nézőközönségbe, és akkor énekli a Bence. Feel light. Jaj, rátettem a fülcsönbe. Nem hallottam én mondtát. És akkor ott mindenki ott csápol, és akkor az egész így pulzál a fény. Jó, egy szép színpadképpel meg lehet csinálni ezt a dalt úgy, hogy elsőre is van. Egyébként ebben egyetértek. Meg egyébként nagyon jól énekel Bence, tehát, hogy ezt ő énekelt a legjobban ebből az együttesből, amiből ő ki, és nem tudom, melyik volt az, mert van néhány. By the way, igen. De azt mondom, hogy a másik By the way is benne van ebben a mezőnyben, ugye? Igen. Dúóban énekel. Pontozzunk. Ceasefire 15 pont. Nálam 20 pontos, mondom neked, de ezt tetszik. Amiket én így a középmezőnybe teszek, azokat mind egy 5 ponttal mondjuk többet adsz neki. Ez amúgy tetszik nekem. Nekem a Patika Domba egyiket egy nagy kedvencem, de ez a dal szerintem nem jó. Szóval sokkal jobb dalaik is vannak, ez nem egy sláger dal. Szerintem ez egy sláger dal, csak nem külföldön. Tehát, hogy amúgy ebből egy tök, egy régi típusú Petőfire, még a... Akkor mutatok egy slágerzetet az együttestől, mutatvány a címen. Oh! Ez hangos? Picit. Mi van a füleddel? Mondjuk jó. Szép egy nap, tőled az éj is csak napfényt kap. Miattad ölt estéit, a hold pedig mindig. Lehet, hogy ezt a dal szeptember előtt már nyilvánosságra hozták, és hát
azóta meg nem tudtad jobb. Lehet, csak ez egy jobb dal. Tehát azért mondom, hogy a Patigadomtól ez a mutatvány ez egy sokkal jobb dal, mint amivel ők pályáztak az Eurovízióra. És ezért nem is vagyok megelégedve az Eurovíziós dalukkal. Én meg vagyok, tehát hogy szerintem nekik az lehet a céljuk, hogy itthon még ismertebbek legyenek, hogy tényleg megismerjék a magyar emberek, és ez tipikusan egy olyan dal, amit magyar fesztiválokon szeretnek együtt énekelni a közönséget. És nincs mit együtt énekelni, nem olyan erős a refrénje, ez a baj, tudod? Tehát amit lehet csinálni? Pogózni, meg ugrálni, meg izé. Persze, hát a fesztiválon... De ezt nem együtt énekelni, tehát ez egy pogós dal. De aki megtanulja majd a szövegét, az majd együtt tudja velük tanulni. Jó. Sok sikert a szövegtanulásra. Ez a dal nálam 14 pontos, srácok. Nálam viszont 20. De nincs ízlése. Noah Gabi következik. Mi? Jézus! Mi a bajod ezzel a dallal? Az a kurva unalmas. Hogy is? De nagyon. Ez tiszta olyan, hogy becsukod a szemed, és így dülöngélsz le, így beindítja az embert. A Burai Krisztiánt ilyen rossz dalat még nem hallottam. Én hallottam már tőle rosszabbat. És szerintem ez a jó fajták közé tartozik. Ez egy töltelékdal egy lemezen. Ugye a 3 éve környékén. Nem vagy türelmes, várd meg, építkeznie kell a dalnak. Nem lehet egyből, érted? Bárcsak építkezne. Erre nagyon jót lehet táncolni éjjel 2-kor, 3-kor, 4-kor. Ha valaki kínozni akartak, akkor ez a dallal tudtok. De van egy... Gyere ide, hát meg is tetszett, basszus. Na, hogyha tovább hallgatod, van benne egy nagyon különleges rész, amikor olyan, mintha elkezdem el meditálni. Nincs idő tovább hallgatni a meditációin, arra úgy. Te is hallgatni akarod? Na gyere. Na gyere. Nem? Hány pontot adsz, Gabi? Na mi van? Jössz hallgatni a Noah Gabit? Szerintem nem akkora élmény. Na, menjünk le. Oh, azaz. Na mondják, Noah-Gabira pontszámot, az enyémet mond. Jó. Hát, Levi 8 pontot adott. És képzeljétek el, itt meg 23-at. Nekem tetszik. Szerintem ez top 10-es. Tényleg. Hát, uram. Kicsit így meglepődtem, amikor így először tudomásomra jutott, hogy ő ezzel a dallal benne van a mezőnyben. Kicsoda. Nem az, csak meglehetett. Elkezdtem hallgatni a dalt. Azt hittem, hogy a kultúrát vagyok, akkor LGT rapszagja, nem tudom, azt valami. Nem. Republikból, nem tudom, bármi. Nem. Egyébként meg lehet. És elgooglizok, bazzeg. Süle Zsolt. És a végén kiderül, egyébként, LGT emlékszemek valami. Nem is lettem annyira mellé, mi a vagy? És nekem ez a dal tetszik. Amúgy. Meglepő, de tetszik. Ez valóban meglepő. De nem Eurovízión, meg amúgy nem is egy ilyen versenyen, és amúgy nem is hallgatok ilyen dalt, és amúgy nem is hallgatnám meg. De mondjuk egy filmben így el tudnám képzelni, hogy betét dalként tök kellemes érzéseket vár ki az emberből. Nem? Én is, ezért adtam rá egy pontot. Ja, hát én 17 pontot adtam, ne? Látszik rajta. A szerkesztőnek üzenem, hogy lehetne izgalmas dolgokat is beválogatni az első adásban, nem kell mindenképpen unalmasakat. Igen, mondjuk nem fogják úgy elindítani ezt a szezont, hogy igen. Na az a bajom ezzel a Noémó levegő című dallal, ez nekem kérlek szépen egy az egyben olyan, mint a magas egy underrend. Nekem meg olyan, mint... Semmi. Azért nem hallgatsz magas egy ilyen dögöndöt, azért nem tudod hova tenni ezt a dalat. De nem, hallottam már, de még a kiejtés is olyan, a Bocska Biborkájé. Mondjuk azért, jó, de a hangszíne pedig elég messze áll tőle. Biborkának azért erősebb. Még abban is jobb, magas vagy jó. Nem csak egy eredeti, hanem még abban is jobb, hogy jó az érdekesen, értem. Nem tudom, ez a dal nekem olyan, hogy
köszönjük szépen. Nem, nekem annyi van, egyébként 13-ot adtam erre a darra, de csak azért, mert tetszik a hangulata. Szeretem a magas vagy undergroundot is, és voltak ennél sokkal rosszabb dolog szerintem a mezőnyben. 13-tól lett elé számolva, tehát 12 is csak rosszabb volt ennél. Viktor pedig erre kérem szépen... 7 pontot adtam. De hát... Kegyetlen vagy, nem érted a művészetet. Jó, de akkor is rangsorolni kell azért a dalokat. Nem lehet minden dalt az elé tenni. Nem érted a művészetet. A 10-esből az utolsó, az első 10-ből az utolsó jön, Vastag Tamás, szerintem az utolsó egyébként a versenyben is. Ennyi? Hát a 10. Oké. Okay. Szóval azt hittem, én nem értem, sajnos. Én azt hittem, hogy jön még... jobb dal is. És nagyon szégyen magam, ez egy dusán dalszöveg, szóval hogy ez egy művészi anyag. És dusánnak a fia, azt hiszem, Krisztián, aki a dalt szerezte. Igen, szóval egyszerűen ezt nem értem, hogy sikerült ennyire mellé nyúlni. Nem nyúltak mellé, csak egyszerűen nem egy ilyen mai versenybe való szerintem ez a dal. Tehát, hogy... Hová jutnék? Nem de, már. Figyelj, akiket, nem szerintem akiket eddig megszólítottak a dusán dalok, azokat ez megszólítja, de... A dal nézőit egy szerintem mással kéne megfogni, és nem ezzel. Tehát, hogy az a baj, hogy erre a dalra is csak azt tudom mondani, hogy így oké, okay, meghallgatom, nem rossz, de majdnem, hogy egyik dalra sem tudom azt mondani. Szerintem nagyon akartak harapni, szóval egy ilyen szinátrás vonalú valami akart lenni. Szinátrás? Hát szerintem egy kicsit ez. Igen, aha. Maga, nézzük a sztájlját például a fiúnak, szóval egy kicsit egy ilyen gentleman sztájlás. Azért van sokkor nyakkendője a képen. Hát meg Hosentroger, ízé nem tudom, pincéring, tehát hogy ez kicsit olyan, hogy születre, szóval ez a gentleman style, és szerintem nagyon akartak harapni ebbe, és ez így nem illik össze, nem for össze. És inkább itt tényleg egy ilyen színházi dalocska, egy ilyen musical betét dal, ami a Tamásnak egyébként jól áll, de tényleg nem ebben a műsorban való, szerintem. Én szeretem egyébként, ahogy Tamás énekel, de ez... Csodálkozom, hogy ilyen sokat tudtunk beszélgetni erről a dalról. Hát, tök jó felpontoztat, ne vicceljél már. 12 pontot adtál rá. Most... Mert... Én legalább őszintén pontozok. 6 pontot adtam rá, pont a felét, mint amit te. Jó, de hogyha tudnád, hogy... Ez is sok. Jó, de hogyha tudnád, hogy a többi 11 az milyen dal... Ez a 10-es a kurulamos videó lesz, hogy most hát a magatjában a videóban legyen, de valami izgalmas. Tehát mi ez a válogatás az első 10 dalra? Hát tényleg? Szóval az értékelésünk alapján összesen 18 pontot kapott tőlünk Vastag Csamás. Tamás. Vastag Tamás. Tamás. 18 pontot kapott, oké. Okay. 20 pontot kapott Noémú és a Levegőt című dal, magas egy underground utánérzettel, ugye az utolsó előtti volt, a 9. Süle Zsolt, Zöld a május volt a 7. hely, a 8. helyen, Nol Gabi a 7. helyen, 6. helyen a Patikadom, és aki, na, tehát, hogy aki tőlünk tovább jutott ebben a körben, az Király Viktorral és a Budapest Girl. Az első helyen. Az első helyen, a másik helyen Lander Kills, Nem szól a harang, a harmadik helyen a Fortissimo és a Kis Nyuszi a kalapban, aztán tovább jutott még a Living Room, Kiragadt élet, Satellite, és a Patika... Ceasefire 10. iPhone 10. És a Patikatom a jó szeret is továbbított, és akkor kiesett a Gabi. De ez csak azért, mert te úgy lepontoztad, hogy nem juthatod. Na jó, nézzük az adásba, hogy lesz, tudtok ti is szavazni ugye a dal versenye idején, gondolom, applikáció meg ilyesmi lehet szavazni, és ha gondoljátok, akkor írjátok a kommentekben, nektek mi tetszett, melyik dal tetszett a legjobban, melyiket jutottátok volna tovább a következő fordulóba, a középdöntőbe, illetve hogyha esetleg ezek közül van az a dal, ami szerintetek az idei év dala, akkor azt is egészen nyugodtan írjátok meg kommentbe, iratkozzatok a csatornára, dobjatok rá egy lájkot erre a videóra, mindenféleképpen osszátok meg, hogy milyen bunkó vagyok, meg ilyesmi, és egy hét múlva találkozunk a következő 10-essel, remélem, hogy a szerkesztők meghallgatják kívánságainkat, és végül lesz benne értékelhető dal. Vicceltem, volt ebben is értékelhető dal, de hogy valami olyasmi, ami mondjuk nálunk az első hárommal szerepel, mert kérjük talán csak a 4. az összesített listánkon. Jövő héten, Tali. És be fog jól olvizni a szakállat megint.